Jetzt ist mir richtig ganz egal. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, can't you see? Sometimes it's bad, just hypnotize. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. I'm a big dog, y'all wanna up with me. I rule on the streets like a trucker beat. Move out my way when it's time to get paid. But you know about hydraulics on an Escalade. We hit switches like they doing calories. That we ain't the 6 4s, we go riding Denali's. Lexus, Vipers, eating up the flow. Straight out Swordfish with the TVO. Little Kim and Tomac, we so hot we burning. Give it to you in English, put it down in German. Gets me vicious, this is gonna figure out what's that. Roll right or don't roll it all. Now, get your walk on, get your rub on. Roll my G's in the club, get your thug on. Get your name back, put your bling on. Big walks at the bar, get your drink on. Blow the smoke out, get your steam on. Low riders hitting switches, get your lean on. Get your name back, put your map on. If the haters will be at, get your snap on. Gimme, gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotizes me. And I just love your sexy ways on. This is why they broke and you're so bad. Gimme, 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 can't you see? Sometimes your style just hypnotizes me. And I just love your sexy ways on. This is why they broke and you're so bad. Give me fun, Blue Milk, him, DJ Tomek. Wie der Fleck ist Nummer 1, wadang, 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 wadang. Hier hey, gibt's so viel zu sehen, da gibt's keine Logik, nix zu verstehen. Jimmy, willst du mit mir gehen? Verlier mein Verstand, ja, das muss ich gestehen. Mein Feuer, das brennt lichterloh. Ich komm grad rum, bis nach Itzero. Du treibst es auf die Spitze hoch. In der Küche auf dem Herd, in der Schwelle auf dem Pferd, dann im Bad, dann sterb und danach noch mehr. Ganz egal. Ich weiß genau, was ich tun soll. Und es ist ein tolles Gefühl, oh mein. Ganz egal, wo. Feeling bright.
que uno llena agua. Kedves fiatalok, kedves vendégeink, kedves közönségünk! Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt ezen a községünk életének immár ünnepé formálódott harmadik ifjúsági találkozóján. Engedjék meg, hogy visszaidézzük a mögöttünk hagyott 3 évet, és felidézzünk néhány szép emléket. Évvel ezelőtt, amikor megfogalmazódott az ötlet, hogy ajándékozzuk meg lakosságunkat, fiataljainkat egy különleges nappal, még mi se gondoltuk komolyan, hogy rövidesen ünneppé formálódik majd. Nem hittünk benne, hogy hagyományt teremthetünk, és lám, talán mégis sikerült. A Boncák színpadunk Rómeó és Júliája bemutatójának megtervezésével indult el egy álom. Hívjuk meg a környező falvak és városok fiatalságát, és ünnepeljünk együtt. Segítségből, lelkesedésből sosem volt hiány. Segítettek a szülők is, hiszen a Vándorfakanál díjat az édesanyák süti versenyén lehetett csak megszerezni, melynek finomságait közösen élvezhettük. A hagyományőrző játékok, a kézművesség sem maradhatott el. A Bősi Bikák Motoros Klub elmaradhatatlan vendége a találkozónknak, hiszen felejthetetlen pillanatokat adnak a gyerekeknek és a bátor felnőtteknek. A tavalyi évben nagy sikert aratott a Gála Szalon csodálatos ruháinak divat bemutatója is. Ám a legfontosabbak mégis minden évben a fellépő csoportok. Jó érzés tapsolni a másik csoportnak, együtt örülni sikereinek. Az előkészületekből és munkákból kiveszik részüket mind a pedagógusok, a közhasznú munkások, a községi hivatal dolgozói és elsősorban a Boncák színpad tagjai. Nincs olyan munka, mely jelentéktelen lenne. Amikor minden ember a legeslegjobbat adja magából, a teher és a felelősség nem a kevesek vállaira fog nehezedni. A teher a mi számunkra könnyebb lesz, és végül már nem terhet, hanem valódi örömet fog jelenteni. Az eltelt évek emlékei mind-mind községünk életének gazdagságának, tartalmasságának, egymás iránti tiszteletük és szeretetük bizonyítékai. A kulcs mindig a szeretet, annak megtanulása. Meg kell tanulnunk szeretni azt, amit csinálunk, szeretni a körülöttünk élőket, a környezetünket, ezt a helyet, ahol élünk, és az anyaföldet, amelyen járunk. Ezekkel a gondolatokkal szeretném felkonferálni az Apáca szakállasi pedagógusok karát. Az énekkar 5 éve alakult. Először, mint pedagógusok, a gyermekek örömére, majd később meghívásoknak is eleget téve szerepelnek. Falusi rendezvényeken és a környezetbeli kultúrműsorokon nagyon nagy sikert kívánunk nekik, fogadják őket nagyon nagy szeretettel. Thank you.
és egy nagy-nagy szakadék fölött megpróbál átmászni. Jaj! Cikázó villám nem annyira cikázik. Cikázó villám, ha a feje előre menni, ez jobb lenne, tudod? Természetesen, mivel ennek sok próba, tehát nem minden kis indián fog tudni átmászni a szakadék felett, de idővel megnőnek, megerősödnek, és aztán ki fogják állni ezt az utolsó próbát is. A szakadék fölötti átmászás után visszafut naptánchoz, amikor is leállítjuk az időt, és meglátjuk, hogy mennyi idő alatt tudjátok teljesíteni ezt a távot. Miután végigmentetek az indiánok sok próbáján, utána lehetőség nyílik indián sátor festésére, totemoszlop mellett, hajnal, fehér hajnal, nyakdíszeket képtek, természetesen irogés, törzsőnök, testvérünk is vár benneteket, mivel is vár? Azt tudom csak mondani, hogy ezt egy lehetőségben ijátszotta, és a lábdobástól kézdobásra is, és a pontok felepállítás, nem a versenyt. Északra, messze északon lehet dárdát dobni, ijászkodni, kézdobálni, tehát ki lehet próbálni az indiáni módot. Tehát akkor indiánok, megkérlek benneteket, hogy naptáncolva sorakozzunk föl. Naptánc! Ah!
Köszöntöm a hozzánk érkező tánc, színjátszó, báb és rock együttesek tagjait és a Magyarországról érkezett vendégeinket, Zalaerdőről, Bódis József polgármester és képviselői kíséretében, valamint a pusztavámi német nemzetiségi csoportot Gerlinger Tibor és Krebs Zsuzsanna kíséretében. Szép az idő, ahogy az előző években is, és olyan jó így együtt lenni. Ismét átadhatjuk ezt a csodálatos helyet a fiatalságnak, hogy lehetőségük legyen ismét bemutatni tudásukat. Hiszen a fiataloknak már a 21. században annyi lehetősége nyílik a hasznos vagy haszontalan időtöltésre, információszerzésre, szórakozásra, sportra, tanulásra és egyebekre, mégis találnak időt, látnak célt a kultúrának, modern és hagyományőrző ágazataira. Csicsóról érkezett hozzánk Komjáti Lóránk, ő a Porta Színpad oszlopos tagja, és minden évben meglep minket megzenésített versekkel és örökföldalokkal. A hegedűnél Gál Józsefet hallhatjuk és láthatjuk majd. Fogadják őket sok szeretettel! Mikor az utcán átmennek a kedves galambok ültek verevek közt, mikor gyöngéden álltál a léget, édes ukán és deregnek félvek, mikor a várat picikét rántott, kisfiúcsak is voltál a vámot. Letörte ott az irigy virágszát. És ment a kedves szépen derése, és karcsú szélhajlott utána is. Elsősorban szeretnék mindenkit köszönteni a nagy szeretettel. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy játszhatunk nektek. Elsőként egy saját megzenésítés hallhattatok tőlünk. József Attila vers volt, mikor az utcán átment a kedves, gondolom mindenki felismerte. És szintén következzen egy saját megzenésítés. József Attila vers szintén, és a címe Keresek valakit. A technikus kollégákat még esetleg megkérdezhetem, hogy minden jól lehet hallani, és én azt kérem, hogy én ne hallhassam magam mennyire a monitorba. Lehet róla szó? Ne hallhassam, vagy hallhassam? Igen, inkább őt. Jó. Inkább gitárt. Jó, köszönöm. Zokog a lelke, szerető szívre soha se lelte. Zokog a lelke, szerető szívre soha se lelte. Keresek valakit, és nem tudom ki az, a percek robognak, tűnik a tavasz. Nem tudom ki az, nem tudom ki az, a percek robognak, tűnik a tavasz. Csinkerő szívvel lólok egyre,
keresek valakit a végtelenben. Loholok egyre, keresek valakit a végtelenben. Könnyim csorognak, majd kiapadnak, vágyak magukkal messzebb ragadnak. Majd kiapadnak, vágyak magukkal messzebb ragadnak. Szokog a lelkem, szerető szívre sohas eleltem. Keresek valakit, és nem tudom, ki az a percek robognak, tűnik a tavasz. Csükkedő szívvel loholok egyre, keresek valakit a végtelenben. Csorognak, majd kiapadnak, vágyak magukkal messzebb ragadnak. Majd kiapadnak, vágyak magukkal messzebb ragadnak. Búsan magamnak, akkor megállok, szemem csukódik, semmit se látok. Akkor megállok, szemem csukódik, semmit se látok. Tovább nem vágyom arra az egyre, lelkem erben a végtelen. Nagyon lassan, de alaposan átgondoltak a törzsfőnökökkel, hogy kik lesznek azok, akik a mai napon díjak vagy oklevelet kapnak. Tehát akkor kiértékelésre kerül a sok próbás indián verseny, ahol a 10. helyen Bajcsi Viktória végzett. Van itt olyan, hogy Bajcsi Viktória? Lelkem, párnak a színpadnál, mert itt az irány, hogy fölépjetek. Jó, hogy megvártak, gyere velé. Bajcsi Viktória, itt van? Akkor majd később. Későben halasztjuk. 9. helyen Ádám Alexandra. Ádám Alexandra sincs. Jaj, de jó. 8. helyen Bajcsi Dóra. Látjuk a Bajcsi Dóri? Nem látunk Bajcsi Dóri. Téletesz. Nagy Viktória. 7. Ezt már egy ajándékot. 6. helyen Petróci Krisztina. Petróci Krisztina. Hát ők nem mentek. 5. helyen Tóth Tímea. Van egy Tóth Tímink. Naptánc légciásot láttak. És az ajándékot. 4. helyen Bakai István. Nincs Bakai István. Pályó szívbe a kár. Keressük valahol. Naptánc. Kovács Georgina. 3. helyen.
volt Georgina Sincs, Kovács Viktor. Jaj, meg vagy Kovács Viktor, gratulálok, parancsolj, hogy a megtalálják, és a rendőrsorat naptáztok. És van itt olyan fiatalember, hogy Domonkos Ferenc? Tapsoljuk meg, hogy az első. Gratulálom, Ferenc, parancsolj. És volt itt egy nagyon icipici indiánunk, akinek külön díj jár, ugyanis hát ő volt a legkisebb, és mégis te teljesítette az indián sok próbát. Parancsolj, Kopsa Zolika! Gratulálok! Gratulálok! Oda mi? Folytatjuk! Tehát akkor következik a dárdadobás kiértékelése. Első kategória kisebbek, első helyen Kovács Róbert végzett. Parancsolj, Róbika! Plusz ajándék. Második helyen Beke Réka. Parancsolj, Réka! Jár hozzá egy kis ajándék is, este gratulálok. Harmadik helyen pedig Jávorka Ákos. Van olyan, hogy Jávorka Ákos? Volt. Volt. Így. Második kategória... Ne raktálsz, megint hátulról. Második helyen Domonkos Ferenc. Visszajössz, Domonkos Ferenc! Parancsolj, és ajándék, és első helyen pedig Beke Tamás. Beke Tamás. Á, de itt van a Beke Tamás. Itt van a... Beke Tamás nem szíves. Gratulálunk. Most pedig jön az íjászat kiértékelése. Első kategória, harmadik helyezett Domonkos Veronika. Harmadik Veronika. Naptárt jár hozzá valami? Jár hozzá valami. Köszönjük szépen. Második helyezett Beke Réka. Szerintem én Beke Réka itt maradt. Várja, jár hozzá ajándék is. Parancsolj, gratulálok. És első helyen Szajkó Bende Gúz. Parancsolj, gratulálok. Tehát második kategória. Második helyzet Domonkos Ferenc. Mondtam, hogy itt maradtad. Parancsolj. Gratulálom. És az első pedig Kürti Anikó. Kürti Anikó már szerepelt, tehát általán. Csillagdobás. Első kategória, harmadik helyzet Kákics Dávid. Nincs Kákics Dávidunk. Kovács Robert második helyzet. Kovács Robertünk van? Van Kovács Robertünk. Parancsolj, gratulálok. Bakai István előbb se volt itt most, megérkezett közben, nem érkezett meg. Második kategória, második helyzet, Dudás Gergely, de nem látok Dudás Gergelyt. És Pasztorek, nem látom, ki az? Pasztorek Andrát. Ajándékhozzá gratulálom. És a kiértékelésünk ezzel a végére ért. Köszönjük szépen, hogy részt vettetek a versenyekben. További jó szórakozás kívánunk. Esetleg akik ismerik azokat, akik nyertek és nem voltak itt, akkor szóljanak, hogy naptárt alá tudják venni a díjakat. Köszi szépen! Domonkos Tibor, közelít naptánc hátához. Lassan lefelé siklik a kamera. Vicky Dunker táncosai első ízben mutatkoznak be nálunk. Őket követik ismét a Csicsói tánccsoport és az Alergőri tánccsoport. Thank you.
Thank you.
kis pacsirtánkat már nem kell bemutatni a helybelieknek, hiszen kultúrműsor az utóbbi időben nem múlhat el az ő kedves hangja nélkül. Annikáról tudni kell, hogy a modern dalok mellett szívesen énekel népdalokat is, melyel ebben az évben eljutott a Bíbor Piros Szép Rózsa Vetélkedő kerületi versenyére, és az iskolai versenyeken is nagy sikerrel szerepel. Ha már hazai tájakon járunk, Andikát a Boncák színpad táncos egybelege követi. Ízelítőt láthatnak a Romeo és Julia musical táncaiból, a tavalyi Mindenem a tánc című darabból, és az idén készülő Dzsungel könyve musical táncaiból. A táncokat koreografálta Vicenc Andrea és Ferenci Veronika. Szólót szintén Veronikától láthatunk majd. Fogadják őket sok szeretettel! Awesome.
Love.
Yeah.
szólsz, aki hal a falka, s többé farkas, senki nem kiáll. Mit szólsz, ha innen